Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, értemes lesz! 5-0-ra kapott ki otthon a Bonyhád VLC csapata a Felcsúti Puskás Akadémia gárdájától. A mérkőzést az osztálykülönbség döntötte el, bár a bonyhádiak a második félidőben halvány reményt mutattak arra, hogy akár még gólt is szerezhetnek. A Bonyhád vezetőedzője szerint jó munkát végeztek a Magyar Kupában, és céljuk az, hogy jövőre is legalább idáig eljussanak. A Magyar Kupa küzdelmeiben a nagy csapatok összecsapásai mellett mindig hangsúlyos volt, hogy egy NB2-es vagy NB3-as csapat meg tudja ellepni az első osztályban szereplő gárdákat. Azonban van olyan is, hogy egy megyei osztályú fotballklub mérkőzhet meg egy első osztályú Bédi gárdával. A Bonyhád VLC a Puskás Akadémia csapatát fogadta a Magyar Kupa 6. fordulójában. Már a második percben vezetés szerzett a Puskás Gyurcsó Ádám góljával, aki később a meccsen még kétszer volt eredményes. Az első félidő végén 0-3-as vendégvezetéssel mentek pihenni a csapatok. A meccsre kilátogatott Bonyhád polgármestere is, aki ugyan nem erre az eredményre számított a félidőben, mégis szurkolt a csapatnak. Jó néhány mérkőzésem voltam már a csapatnak, de ennyire még egyiken sem izgultam. Szerintem nagyon sokan vagyunk itt a pályán, akik most így félidőben azt gondoljuk, hogy hát az első gól az nagyon gyorsan jött, és utána az a kéz az nem volt kéz, és egyébként meg nem volt 11-es, szóval mi másképp ítéltük volna. Én nagyon bízom benne, hogy a második fél időben sikerül gólt rúgnunk, nem is egyet, és nagyon szurkolunk a csapatnak, hajrá Bonyhád! A második fél időben aztán a játék képe némi javulást mutatott a bonyhádiak részéről. A hazaiak jó pár helyzetet dolgoztak ki, és veszélyeztetni is sikerült a Felcsúti gárda kapuját. A két csapat között az osztálykülönbség és a játékos állomány közötti különbség is kiütközött. A meccs végén a Puskás Akadémia még két góllal biztosította be az 5-0-ás végeredményt. Külő Dolan szerint azonban nincs oka szégyenkezni a Bonyhádnak. Úgy készültünk, hogy büszkék vagyunk arra, hogy ide tudtunk hozni egy NB1-es csapatot. Ugye ehhez meg kellett nyerjük a megyei kupa fordulót, illetve a kupa küzdelmeket. Ez sikerült. Ugye a szerencse az mellénk állt, mert mindig úgy indulunk neki, hogy azért, hogyha esetleg kijutunk az országos főtáblára, akkor egy olyan együttessel játszunk, aki lehet, ha lehet, akkor NB1-es legyen. A Puskás Akadémia az gyakorlatilag 50 másodpercig volt kérdéses az ő továbbjutásuk, hiszen megbeszéltük a fiúkkal az öltözőben, hogy próbáljuk kitolni azt az időperiódust, amíg gólt kapunk. Egy védelmi hibát követően már 5 másodperc után sajnos gólt kaptunk. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ott eldőlt, de utána azért voltak, én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk, mert nagyjából jó felfogásba játszottunk. Voltak lehetőségeink, volt, amikor tudtunk ugyanha csak rövid ideig is, de egy picit talán dominálni is. Az, hogy ennyi lett közt, tehát nyilván a két csapat képességbeli különbségeit, meg mindenféle lehetőségeit nem kell egy lapon emlegetni, de én azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, és ha tehetnénk, akkor jövőre is valami hasonlót tennénk. Nyilván most már tudunk a bajnoksága koncentrálni, szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, és nyilván ez az elsődleges szempont most. A Bonyhád csapata továbbra is vezeti a megye 1-es tabelláját. A nagykanizsai Tungsram után hazai pályán papírforma győzelmet aratott a szekszárdi Fekete Gólyák KC egy másik várhatóan alsóházi csapat ellen az NB2-ben. A nehezebb mérkőzések még most jönnek a távozó kulcsjátékosokat saját nevelésűekkel pótló szekszárdi női kézilabdázók számára, miután kiderülhet, valóban az egyik nagy esélyese a bajnokság megnyerésének az FGKC a Peac mellett. Ilyen és ehhez hasonlatos gólokat gyakran kapott a pirosmezes Fekete Gólyák KC a rózsaszín szerelésben pályára lépő vendég Balatonboglár ellen még az első fél időben. Egyébként már ebben a játékrészben megmutatkozott a szekszárdiak nagyobb játékereje, a fiatal játékosok közötti képzettségbeli különbség, de az egyéni és az együttes csapat védekezése valahogy nem igazán állt össze még ekkor a Gólyáknak. Így ennek tudható be, hogy csak 4 gólos különbség volt
a két csapat között az első játékrész véget. Nos, ezt már mint a védekezést kellett rendbe tenni a második félidőben, ami sikerült is, így gyorsindításokból, létszámelényes helyzetekből is gyakrabban szerezhetett gólokat a hazai csapat. De az sem volt gond, ha visszaérkeztek és létszámban megvoltak a balatonbogláriak, mert Nagy Szilvia, Fehér Tímea irányító, illetve átlövő duó mellé fölnőttek a többiek is. Ha középen Tóth Barbarára a beállóra zártak a somogyiak, akkor a szélen keletkezett rést kihasználva szerezték menetrendszerűen szinte a gólokat a szekszárdiak. Ennél az akciónál Szolnoki Nóra tette fel arra a bizonyos írápontot. A játékbeli, sebességbeli különbség ekkor már kiütközött, több boglári kézilabdásnál már erőléti gondok is akadtak a második félidő közepe felé. Így a félidőben csak 4 gólos szekszárdi előny megtriplázódott a végére. A befejezésekben a 8 gólig jutó Fehér Tímea jeleskedett, aki sokszor bátor egyéni betörések után is szerzett fontos gólokat, és meg annyi gólpasszával tevékenyen hozzájárult a 13 gólos 34-21-es szekszárdi győzelemhez. Az elején még nem állt össze se a támadás, se a védekezés, de úgy érzem, hogy a másik fél időre összekaptuk magunkat, és sikerült egy kis lendületet belevinnünk. Úgy gondolom, hogy inkább mi hibáztunk, nem pörögtünk föl még az elején kellően, de igyekeztünk ezzel javítani. Mindenképpen szeretnénk dinamikusan játszani, és könnyű gólokat szerezni, ha van rá lehetőségünk. A második félidőbeli védekezés és ez a lendületes játék, ami hétről hétre még összeszedettebb is lehet, a fekete gólyák baláklövője szerint jó alap ahhoz, hogy a közép és az MB2 meghatározó csapatai ellen is győzelmeket szerezzenek. A Pac mindenképp az egyik legnagyobb riválisunk lesz, de még rajta kívül a Kazár Michelin vagy a Veszprém. Idegenben is mindenképp a győzelemre fogunk törekedni. Az MB2 megnyeréséhez mindenképpen szükséges a felsorolt csapatok elleni rangadók jelentős részét megnyerni, akár itthon, akár idegenben. Az új bajnokság első két fordulójában a nagykanizsai Tungusram és a Balatonboglár ellen kötelező volt a nagy különbségű győzelem a fekete gólyáknak, amit a csapat becsülettel teljesített is. A Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium adott otthont a testnevelők országos tanácskozásának. A jövő testnevelési tanterveiben 2 fontos alappillérnek kell megjelenni, hangzott el a konferencián. Az egyik a fiatalok honvédelemre alkalmasátétele fizikailag, a másik pedig a fair play szelleme. A 2020-ra bevezetésre kerülő nemzeti alaptanterv és az ehhez kapcsolódó kerettanterv adja meg a választ arra, milyen kormányzati szándékok jutnak kifejezésre az iskolai testnevelés oktatásban. Hamar Pál, a testnevelő tanárok országos szövetségének elnöke azt mondta, ebben kiemelt fontos szerep jut a honvédelem kérdésének. Ez már elég régóta napirenden van. A fiataloknak nem csak a fizikai aktivitás edzettsége alacsony szinten, nem egyszerűen, mivel nincs sorkatonai szolgálat, ilyen típusú képzést vagy ilyen tevékenységet nem folytatnak, nem kapnak. Tehát ilyen értelemben mindenképpen kell, hogy ebben valamiféle előrelépés legyen, és a 2 legújabb tantervi dokumentum ebben előre is fog lépni. Nem nagyon rigorózus, szigorú katonai drillre gondoljunk, nem alaki kiképzésről van szó, de egyszerűen kellenek olyan gyakorlatok, amelyek lehetővé teszik, hogy mondjuk a fiataloknak ilyen típusú képzettsége is legyen, illetve erre felkészítse őket az iskola. Sátfalvi Péter helyettes államtitkár arról beszélt, érezhető a hatása a mindennapi testnevelés bevezetésének. Ennek infrastruktúrális háttér kialakítását a kormányzat kiemelt feladatként kezeli. Országszerte épülnek a tanúszodák, tornacsarnokok, komplett új iskolák, úgyhogy azt gondolom, hogy óriási lépést tettünk afelé, hogy ezt a végső célt, hogy a gyerekek mondjuk 90-100%-a tényleg minden nap mozogjon és végezzen rendszeres testmozgást, ezt elérjük egyszer. A Bonyhádi Petőfi Evangélikus Gimnázium 3. adott otthont a testnevelő tanárok országos tanácskozásának. Ónodi Szabolcs, az intézmény egykori igazgatója kiemelte, nagyon fontos a fair play szellemének a testnevelésen keresztüli megtanítása, és ez az iskola egész oktatási programjának egyik alapgondolata lesz a jövőben. Az országos tenisz csapatbajnokság OB3-as megyei rangadóját a Szekszárd nyerte. Az esős időjárás miatt a Paksi pályán viszontagságos körülmények között bonyolódtak a meccsek, melyekből volt, amit hétközben játszottak le.
kertész Milán és Jóföldi Balázs hétköznap tudta lejátszani a bajnoki fordulót Pakson, mert hétvégén több meccsre nem kerülhetett sor a szakadó eső miatt. Megyei rangadót rendeztek az OB3-as teniszcsapat bajnokságban legutóbb. Az őszi szezon első fordulójában a paksi SM a Szekszárdi Hán Tenisz Egyesületet fogadta. Az időjárás nem fogadta kegyeibe a teniszezőket, így csupán két egyéni meccset sikerült lejátszaniuk, azt is a fedett csarnokban. A többit hétközben pótolták. A múlt szombaton kezdődött az őszi fordulója az OB3-as csapatbajnokságnak, és a megyei rangadóra került volna sor szombaton, de hát az időjárás közbeszólt, ahogy tudtuk, szinte csak Közép-Magyarországon esett az eső. És ilyenkor föl tudjuk ajánlani a csarnokunkat, amely ugye nem salakborítás, hanem kemény pálya, és a szekszárdi csapatból két fő el is fogadta, és ez a két mérkőzés szombaton le is játszódott. Mindkettőt elbuktuk, sajnos az egyiket döntőszett tiebreakben, az szoros volt, és megbeszélte egymás közt a két csapat, hogy ne legyen túl nagy halasztása a mérkőzésnek, hogy így hétköznap meg tudjuk beszélni egymás közt a mérkőzéseket, és akkor itt salakon, itt Pakson akkor le tudjuk játszani. Hát erre került most ma sor, itt az 1-es-2-es pályán két egyéni mérkőzés, a 2-es és a 6-os pályás mérkőzésre, és az egyik mérkőzést 7-5-7-5-re elbuktuk, a másikat 7-5-7-5-re megnyertük. Úgyhogy ez összesítésben az azt jelenti, hogy a Szekszárd 3-1-re vezet most a paksi ellen, és hát ugye mi két egyéni mérkőzés van hátra, és attól függően majd kerül sor a három párosra. A szekszárdiak idei célja az OB2-be való feljutás. Én Kertész Milánnal játszottam, jó játszott, nehéz meccs volt, úgy érzem a rutinommal tudtam nyerni. Szombaton kezdtük a meccset, de sajnos az eső nem tette lehetővé a folytatást, így ma fejeztük be. Nyertem, de úgy érzem, hogy sok szerencsém volt a meccs folyamán. Mondhatom, hogy szinte mindenki rutinos játékos, fiatal, talán Pató Balázs a legfiatalabb játékosunk, ő is már azért 20 év fölött van, ő nagyon jó ifi játékos volt. Jelenleg egyetemre vették föl, kicsit kevesebbet játszik, de nagyon sokat segít a csapatnak. Többiek régi játékosok, akik 20, akár 30 éve is folyamatosan játszanak. Lassan szerintem olyan 30 éve vagyok a szekszárdi csapat tagja, hol OB3-ban, hol OB2-ben játszottunk, volt már esélyünk feljutni OB1-be is, sajnos nem sikerült, de most igyekszünk feljutni vissza OB2-be. Tavaly MB2-be voltunk, egy kis bal szerencsével kiestünk, most szeretnénk oda visszajutni erre, úgy érzem, hogy jó esélyünk is van, mert holt versenyben másodikak vagyunk, és talán ha még a hátralévő egy meccsünket megnyerjük, ezzel együtt, a paksi meccsel együtt, akkor úgy érzem, hogy sikerült a feljutás. Az általános iskolások részére kiírt atlétika, ügyességi és váltófutó csapatbajnokság megyei döntőjével megkezdődtek az őszi atlétikai küzdelmek. A harmadik-negyedik korcsoportosok részére magas és távolugrás, súlylökés, kislabdahajítás és 10x200 méteres váltófutás versenyszámokat rendeztek. Népes csapattal érkeztek a bói általános iskolások, az atlétika, ügyességi és váltófutó csapatbajnokság megyei fordulójára. Még a nagyobbak, azaz a 7.-8. is nagyon várták már ezt az őszi versenyt, és bíznak benne, hogy az országos döntőre is eljuthatnak. Súlylökésben, kislabdában és távolugrásban, és ugye a legvégén a 200 méteres váltóban indulunk csapatosan, és én a 200 méteren várom magamtól a legjobbat, illetve a távolugrásnál. Van rá igen nagy esélyünk szerintem, de azért a mi csapatunk nagy része az 2006-osokból áll, míg a többi csapatból gondolom a több a 2005-ös, és hát azért nehéz lesz. Én a távolugrásból várom a legjobb eredményt, és szerintem is van rá esély, hogy tovább jussunk. Atlétizálok és duatlonozok is. Az 5.-6. is lelkesen készültek az ügyességi és váltófutó csapatbajnokságra. Természetesen itt is mindenkinek megvan a kedvenc versenyszáma, és van olyan is, amit kevésbé szeret. Nekem a távolugrás már egyelőre abban tudtam a legnagyobb teljesítményt nyújtani. És én a 2007-es és 2008-as
emberekkel versenyzek, és ezért van nekünk nagy esélyünk, mert a mi csapatunkban nekünk 2007-es a nagy része. A 60 métert azt nagyon nem szeretem, mert abban nem vagyok jó. A hosszú távban abban állítólag jó vagyok, azt szeretem, meg a kislabdát is nagyon szeretem, kislabdadobást. A Pécsi Cserepka iskola köznevelési típusú sportiskola révén szintén népes csapattal érkezett. Számukra ez az ügyességi csébé és a kisebbek több próba diákolimpiája kiemelt versenynek számít. Valamennyi versenyszámban jó eredményt szeretnénk elérni, készültünk is rá, amióta elkezdődött az iskola. Most általános iskolásoknál kislabdahajítás, távolugrás elsősorban, illetve ez a 10x200-as váltóba indulunk. A holnapi nap folyamán pedig az összes versenyszámba, tehát svédváltó, ugrás, dobás, diszkosz, súly, arra is készültünk, illetve 4x1500, 4x800 méteres váltóban. Brunner Hugo középiskolás, így ő a szerdai napon versenyez, de kedden is megnézte, hogyan szerepelnek az általános iskolások. Tavaly országos bajnok lett távolugrásban, és idén is szeretne jól szerepelni, mind a diákolimpián, mind pedig az egyesületi versenyeken. Most elég jó, szeretném idén is megnyerni, és próbálom magamból a legtöbbet kihozni. Tavaly távolugrásban lettem országos bajnok, diákolimpián is, és távolban, százon, meg ott nem tudtam elindulni. Most távol, és eddig úgy néz ki csak az, de lehet, hogy még lesz 100 vagy 200. Az időjárás ugyan most nem kedvezett a diákolimpiának, de 4-5 csapat minden versenyszámban megmérette magát a megyei fordulón. Ez ügyességi és váltófutó diákolimpia csapatverseny, 5 fős csapatok vannak az ügyességi számban, illetve hát a váltó az ma 10x200 méter, holnap 4x1500, 4x800 és svédváltó. Innen a további utás az a legjobb, ország legjobb 12 csapatát, illetve váltóban a 18 csapatot hívják meg. Tehát itt jó eredményeket kell elérni ahhoz, hogy tovább lehessen jutni. Az atlétika ügyességi és váltófutó csapatbajnokság különlegessége, hogy az országos döntőket már ősszel megrendezik. A humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Pécsi járásban elnevezésű EFOP pályázat keretében rendeztek sportnapot hétvégén Pellérden. A gyerekek több mint 15 féle sportágat próbálhattak ki az iskola udvarán, a tornateremben és a szaktantermekben. A sportnap zárásaként Lépold Endre olimpikon atlétától kérdezhettek a fiatalok. Stepperobik, sumo, jiu-jitsu, street dance, pingpong, sak, petang, labdarúgás és strandröplabda. Csak néhány azok közül, amiket kipróbálhattak a gyerekek a Pellérdi sportnapon. Az EFOP 1.5.2 humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Pécsi járásban című pályázat. Orfű, Pellérd, Bogád, Szalánta, Bakonya, Kozár Misleny, a Mecsekvidék Egyesület és a Pécsi Pékászak konzorciumában valósult meg. Ennek a pályázatnak a keretében lehetőségünk nyílt a két sportrendezvény megszervezésére, amiből ez a mai az egyik, illetve sikerült sportpályát létesítenünk itt az iskolában. Családi klubok működnek folyamatosan a településen ebből a pályázatból, illetve módunkban áll nagyobb hangtechnikai, illetve egyéb eszközök beszerzésére is ebből a pályázatból. A mai program az egy sportnap a település lakosságának, illetve a település iskolásainak, óvisainak. Többféle sportággal megismerkedhetnek a gyerekek, illetve hívtunk neves sportolót, aki tart nekik előadást a sportnak a fontosságáról. Úgyhogy igazából ez a sportnak a szeretetével próbáljuk őket megismertetni a mai nap. 2017-ben volt 60 éves a Pécsi Ércbányász modellezőklub, melynek autós, repülős és vitorláshajós szakágában összesen körülbelül 50 tagja van. A klub főleg versenyzéssel foglalkozik, nem pedig hobbi modellezéssel. Ők is bemutatkoztak a Pellérdi sportnapon. Készültünk autóval, tehát kamionnal, távirányítási kamionnal, autóval, 1.8-as méretarányban, ami megy a füvön, megy az aszfalton, készültünk driftautóval, ami nagyon látványos, a gyerekeknek nagyon tetszik, illetve készültünk még repülővel, drónnal,
és most hoztunk ki egy etetőhajót is, hogy esetleg a modellezésnek ezt az oldalát is mutassuk. A legnépszerűbb ugye a versenyzésben az 1-10-es kategória, abban vannak a legtöbben. Igazából az utcai emberek, akik használják, ők vannak a legtöbben. Tehát a versenyzés az ára miatt sajnos nem annyira népszerű. Én ez elektromos autóra ment, tehát ugye vannak robbanós autóink is, amit itt most nem indítunk be, de vannak ugye belső égési motorok, illetve vannak elektromos autók. Leopold Endre nevét nem csak az atléták ismerik, hiszen azon kevesek közé tartozik, akik futószámban kijutottak az olimpiára. Tehetségére hamar felfigyeltek, az ifjú sportoló ugyanis korosztályos világcsúcsot futott a 60 méteres távon. 16 éves korában a mohácsi gimnáziumi évek alatt mutatkozhatott be a válogatottban. 100 és 200 méteren magyar csúcstartó volt, így az 1976-os montreáli olimpiát jó előjelekkel várhatta, abban az évben ugyanis kiváló eredményeket produkált. Sajnos ezt a teljesítményt nem tudta megismételni a világeseményen. A sportot úgy valakinek felfogni, hogy mindenki sportoljon, az alapvető dolog, az emberek mozgásra szüksége van. Én három lépcsőfokba állítanám fel az én elméletemet. Ha nem sárga hajjal csavarog drogosan a belvárosba, ez egy nagyon jó dolog, hanem sportol közben. Másik, hogy emberformája lesz, és ha eredmény is ér, az ma ajándék. Nehezebb elboldogulni a világ, komplikáltabb, szövevényesebb lett a világ. Itt a szponzoroktól kezdve a mindenféle kisatalmi, nagyhatalmi játékok, nálunk egyszerűbb volt. Egy főnök ott az, amit mit kell csinálni, és vagy bejött, vagy nem jött be. Ugyan az diktatúrának hívták, de valahogy nekünk világosabban láttuk, hogy mit akarunk, és mi lesz a vége. Én azt mondom, nem csak a sport eredmények, hanem maga az utazások, ami hatalmas élmény volt számomra, hogy egy láncsóki kis faluba felnőtt gyereket, csak hip-hip-hop repülőgépen röpködi Európát. Ad mondják egy érdekes példát, nagyon meglepett, és ez ígélek, nem felejtem el, Vitrai Tamás, a gyerekeknek nem sokat mond, az idősebbek tudják ki az, Rómába Vitrai Tamás megállított, és megkérdezte a mi újság láncsókon. Köpnény annyi nem tudtam. Első ilyen nagyobb világos, római Európa bajnokság volt, ő a közvetítette, gondolom, és lődöljök az utcán, Tamásról szemben, és nem is mertem köszönni neki. Endre, mi helyzet láncsokon? Ha, soha nem tudja láncsok, ezt tudta. A sportnapon a gyerekek kipróbálhatták a közelmúltban elkészült strandröplabda pályát és a távolugró gödröt is a hozzá tartozó nekifutó pályával. Ez volt erre a hétre a pálya, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!